Kis buszt kísérki egy rendőrautó a Dunaföldvári Beszédes József hídon ellenőrzésre. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda Székesfehérvári osztályának jelzése és a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak segítségével fogtak el egy örmény származású német férfit, aki az autójában 7 magát szírnek valló szemét szállított, köztük 2 nőt is. Kollégáim mindannyiukat elfogták és előállították, majd az embercsempésszel szemben egy 24 éves örmény származású német férfival szemben büntetőeljárást indítottak embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd pedig őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Nem sokkal később a bátaszéki autópálya alosztály járőrei az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Szekszárd térségében ellenőriztek egy moldáv rendszámú kisbuszt, és ugyanebben az időben az egyenruhások intézkedés alá vontak egy személyautót vezető moldáv román állampolgárságú férfit is. Kiderült, hogy az autókban, illetve a teherautóban utazók szintén embercsempészek voltak, személyautó vezetője előfutóként közlekedett, míg a kis teherautóban egy moldáv férfi szállított magát szírnek valló személyeket, összesen 7 férfit. A rendőrök mindkét sofőrt, valamint az utasokat elfogták és előállították. Az illegális migránsokat a hatályos magyar jogszabályok értelmében visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempészeket 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.